Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén. Nem is húzzuk az időt, mert ugye eléggé be vagyunk szorítva, és akkor a végén nem tudjuk befejezni a dolgokat, holott mind a 7 csakráról beszélni szeretnénk. De mielőtt fejest ugranánk a témába, mindenképpen szeretnék megemlíteni valami fontosat a jógával kapcsolatban. Méghozzá azt szeretném kiemelni, hogy ugye nem csak a filozófiát és az erkölcsi részeket tartalmazza, hanem évszázattól vagy kultúrától függetlenül mindig lehetővé teszi, hogy az ember a tanultakat vagy megismer dolgokat beillessze a saját életébe. Tehát gyakorlatilag, lelőttem a poént, szóval egy gyakorlati útról van szó, aminek a lényege túlmutat az elméleten, tehát gyönyörű a filozófiája, a háttere, a kultúrája, ami folyamatosan fejlődik és előre halad, de mégis a leglényegibb vonása, hogy amiről szó van, az egy kitartóan gyakorló ember esetében átélhető. Ma egy olyan szegmenst fogunk megvizsgálni a következő olyan bő másfél órában, aminek a segítségével az ember megértheti, sőt gyakorlati módon megtapasztalhatja, hogy voltak éppen mik azok a tennivalók vagy feladatok, amiket végrehajtva átélheti, megtapasztalhatja magában, hogy fejlődik. Tehát, hogy tisztázzuk a dolgokat, voltak éppen állítható fel párhuzam a nyugati pszichológia vagy pszichoterápia és a jóga lélektana között. A különbség csak annyi, hogy a jóga nem szakadt el a szó eredeti jelentésétől, hiszen azt mondjuk, hogy pszichológia az valójában azt jelenteni, hogy lélektan, de a modern lélektan az igazából az agykutatással vagy a fizikai dolgoknak az elemzésével foglalkozik. És kiváltképpen a 20. századot, hogyha megtekintjük az igazi pszichológia kibontakozásánál, én most nem arról szeretnék beszélni, amit mindenki tud, bár ezt is érinteni fogjuk, valójában azt mondhatjuk, hogy magának a pszichológiának a megjelenése már válságtünet a fehér ember civilizációjában. Ezt kevesen veszik észre, mondjuk mi igen, mert ugye a lelki dolgoknak élünk, de az, hogy megjelent például a pszichoanalízis és az összes többi probléma, egészen a kognitív pszichológiáig bezárólag, ami most már vegytiszta materializmus, hogyha ránézünk, lehet látni, hogy még tudományos értelemben is lekövethető az európai gondolkodásnak a válsága. És ezt el szeretném helyezni a 21. században, mert ez nem, hogy visszafelé húzódik, hanem fokozódik. És könnyű megérteni, hogy miért. És ha valakinek fiatal felnőtt vagy kamasz gyerekei vannak, akkor nem is olyan rossz dolog, hogyha érti, hogy mi vár az új nemzedékre. És ezzel szemben nyugodtan mondhatjuk, hogy az, amivel ezen az estén és másokon is foglalkozunk, az nem változik, ez egy virágzó, türelmes folyamat, tehát hogyha a jógára gondolunk, de valamilyen oknál fogva nem is olyan könnyű hozzáférni a lényegéhez. Már a kutatásnak a tárgya vagy módszertana is abszolút módon eltér az indiai megközelítés és a nyugati megközelítés tekintetében, hiszen a nyugati tudós egyébként nem csak a pszichológiában ismerjük el, mindig valamilyen rajta kívülálló dolgot elemez, vizsgál vagy kutat. Ez akkor feltűnő, hogyha a pszichológiát úgy látjuk, hogy másnak a jellemeit, tulajdonképpen devianciáit és problémáit kutatja, míg ezzel szemben a jóga, aminek része a morál teológia, a filozófia, nem is akármilyen szinten, ha valaki ismeri a jógát, akkor ezt a fogalmat, hogy jáma, niáma, ha hallotta, azonnal tudja, hogy az erkölcs része a jógának, de nem áll meg ott, hanem azt mondja, az egy alap, hogy embermódra élhessünk, de az erkölcsből tovább kell haladni a legszebb értelemben vett ezoterikus vagy belső tapasztalás irányába. Tehát azt mondhatjuk, hogy az emberek külső természetének elemzése vagy vizsgálata nem fog segíteni bennünket abban, hogy megismerjük a konkrét célt, amit mi úgy hívunk, hogy mi az elme természete. Tehát megnézzük a 20. század fölvetését, azt mondta a Freud, hogy a fő problémája az embernek, hogy tele van vágyakkal, ő ezt libido elméletnek hívta, és mindenki neurotikus elfojtások áldozata ebben él, ettől csak akkor szabadul meg, hogyha kiélheti a vágyait. Nos, mivel én 55 éves vagyok, megengedhetem magamnak, hogy kimondjam, hogy a mai nemzedékről, akik most lettek fiatalok, nyugodtan kimondhatjuk, hogy simán kiélik a vágyaikat. Tehát ezzel nem is kezdtek el gondolkozni, hogy az, ami forradalminak, felháborítónak és nem tudom minek tűnt, hát aki tudja, hogy mit kapott Freud, azért eleinte, mert ezt szóba merte hozni, mert ez igaz, az valami hihetetlen, de közben mi meg nem figyelünk oda arra, hogy ez megvalósult. Tehát
A mai fiatal felnőtteknek ez nem probléma. Egyáltalán nem is értik, hogy mi a gond vele. Legutóbb olvastam egy cikket, annyira legutóbb, hogy tegnap este, ami arról szólt, hogy ilyen boldog az ifjúság még nem volt, amióta emberi történelem létezik. És hát gondoltam, hogy fárasztom magam annyira, hogy végigolvasom, hogy miért. És az volt a csattanó, és nem moralizálni akarok. Az volt a csattanója az írásnak, hogy azért, mert minden fenntartást és korlátozás nélkül kiélhetik a szexuális igényeiket. Tulajdonképpen, ha most Freud belépne az ajtón, mivel egy becsületes, tudós ember volt, azt mondaná, hogy hát azt hitte, hogy neki Jung az ellenfele, az eszébe se jutott, hogy a történelem áthalad fölötte, és ma már azért nem probléma, amit ő felfedezett, mert az emberek gátlástalansága odáig nőtt, hogy nem is értik. Minél újabb nemzedék jön, annál kevésbé érti, hogy mi ebben a probléma. Tehát nekünk is figyelni kell, ugye akik a jóga lélektannal foglalkozunk, saját magunk szempontjából, vagy szeretnénk valamilyen formában megismertetni az embereket. Tehát az egyik, és a tárgyunknál vagyunk, az egyik alapvető célja az ember életnek a vagyonszerzés, ugye ez az artha, azt is jelenti, hogy cél a szanszkrit nyelven. Itt hívom fel a figyelmet, hogy Tirtamharádzsal egy szerzetes barátommal összefogva kiadtunk egy remek kis könyvet erről, hogy a Csánakya Artha Sásztrák a címe. Igen, pont ott van Anna kezében. Most már majd az enyémben lesz. Köszönöm. Hát most már ki lehet adni, mert Magyarország annyira csodálatos hely filozófia nézőpontból, hogy nem idegenkednek az eredeti művek vagy címektől sem. Ugye artha az azt jelenti, hogy az ember, hogyha az anyagi világban él, tehát családosok vagyunk, gyerekeink vannak, stb., célokat kell, hogy kitűzzön. És a magánélettől kezdve egy ország vezetéséig olyan kifinomult bölcsességeket tartalmaz, hogyha valaki ezek mentén halad, akkor igen szerencsésen élheti az életét. Kívánom mindenkinek, hogy lapozzon bele, ha van egy pici ideje. Tehát az egyik cél, majd meglátjátok, hogy milyen mélyen kapcsolódik a csakrák tudományához, vagy belső tapasztalati világához, maga az artha. De mi, amikor különösen fiatalokhoz szólunk, ugye nekem is két felnőtt gyerekem van, én mindig azt mondom, hogy az artha azt jelenti, hogy anyagi függetlenség, mert anélkül nincsen semmi. Tehát az, hogy ne tudj tanulni, elutazni valamit, megnézni, megvenni egy könyvet, amire szükséged van, nem is akarom sorolni. Ez nem méltó az emberhez, tehát valójában, ha valaki nem akar azonnal szerzetesként élni, akkor az is kötelessége, hogy valahogy megérezze ennek a fontosságát, de utána meg nem akarjuk abba hagyni az üzleti dolgokban való elmerülést. Tehát a középúton járás ezt nagyszerűen tanítja ez a könyv. A másik, és itt visszatérünk akkor Freudhoz, ami már rejtettebb, ez pedig a káma, ugye a szexualitás vagy vágy, amiről szólt az egész 20. század, és tulajdonképpen ahogy átléptünk a 21-be, nézzétek meg, az emberiség ezt kifelé hatolóan megvalósította. Tehát sem morális, sem anyagi problémát nem jelent a mai nemzedéknek. Maradt egy dolog, amivel foglalkoznunk kell, erről fog szólni a század, illetve olyan gyorsan harapózik el, hogy tulajdonképpen erről szól, és ha nem értjük, akkor bár gyakorolhatjuk a jógát, még meg is világosodhatunk, de nem fogunk tudni szólni a gyerekeinkhez, vagy később az unokáinkhoz. Nem tudjuk megérteni, hogy miben élnek, vagy mi az, ami éppen el akarja nyelni őket. És ez pedig a harmadik kategóriája az emberi kihívásnak. Úgy hívják szanszkriten, hogy pratista, vagy becsvágy, hogyha lefordítjuk magyarra. És ennek van egy különleges jelentősége, úgy is hívhatjuk, hogy társadalmi szükséglet. Tényleg nem akarok az európai pszichológiában elmerülni, de Alfred Adler nevéhez kapcsolódik, ha valaki tanult pszichológiát, vagy foglalkoztatják ezek a dolgok, és egészen pontosan kimutatta, hogy az embernek van egy társadalmi igénye, társadalmi szükséglete, hogy valahogy kifejezze magát a társadalomban. A jóga azt mondja, hogy ez kétféleképpen teheti meg. Az egyik az egóból, amikor arra használja a társadalmat, hogy azt uralja, vagy kitűnjön benne, vagy valamilyen sikert érjen el. A másik pedig szeretetből, amikor arra használja a társadalmat, hogy kimutassa, hogy szereti az embereket, és nem is akármilyen szinten, valamilyen hasznos nyomot akar hagyni az életében a többiek számára, annak érdekében, hogy a világ boldogabb, harmonikusabb, most kicsit közhely, de hogy gyorsan haladjunk, csak így tudom elmondani. Nos, hogyha azt mondjuk, hogy társadalmi szükséglet, és mondok egy varázsszót, azt mondom, hogy Facebook, akkor ugye mindenki meg kell, hogy döbbenjen, csak egy statisztika, tehát 10 év alatt ért el 1,5 milliárd tagot, és ez megfelel annak a sebességnek, amit a kereszténység 2000 év alatt ért el.
Tehát ezért mondjuk a jógából kiindul, vagy vigyázat, a 21. század az egóról fog szólni az egész 100 év. Minden, a háborúiban, a politik, már látszik a politikai vitákban, mindenki hazudik, egózik, egészen szörnyű erkölcstelenség felé haladunk, és megjelent egy olyan nemzedék, akinek csak egy nagyon kis része tehetséges, az összes többivel el van hitetve, hogyha valamilyen formában a felszínen jöjjön ehhez a következő kép. Valamilyen formában a felszínen kimutatja magát, vagy megmutatja magát, akkor azzal egyfajta hírnévre tett szert. Ismertek ezt a fogalmat? Elnézést az én korosztályomtól, de haladnunk kell akkorral, hogy szelfizés. Hallotta ezt valaki? Mindenki hallotta, lebuktunk. De hát a szelfiben benne van tulajdonképpen a szelfi, az az egózás, akárhogy is nézzük. Tehát valamilyen villanásszerű kuriózumot, valami érdekességet akar magáról továbbítani, amivel felhívja a figyelmét, csak a jógának van ezzel egy problémája, amiért egyáltalán nem dolgozott meg, és aminek semmi köze az igazi lényéhez, sőt ezen a módon ő lesz az az ember, aki legkisebb mértékig sem tudja megközelíteni saját énjét. Mivel azért túl fogom hangsúlyozni a távolságokat, hogy tudjam illusztrálni, hogy miről szeretnék beszélni, de ha elképzelünk egy ilyen furcsa görbét, mondjuk A és Z pontok között, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a keleti kultúra és a legtávolabbi nyugati kultúra a 21. század között, és mondjuk Magyarország középen van, hiszen tudjátok, hogy szoktunk járni őstörténet miatt is ide, tehát kuriózum különben most magyarnak lenni, esély van arra, hogy normálisak maradunk. Mert Indiának sincs biztos esély arra, hogy normális marad, majd rámutatunk, hogy miért. Egyáltalán ne vakíts el valakit az, hogy ott maradtak fenn a szanszkrit írások, attól még meg lehet nézni, hogy milyen állapotban van a nép, ha valaki oda kimegy. Tehát ott óriási gondok vannak. Az egész világon egy furcsa esély most magyarnak lenni, feltéve, ha túltesszük magunkat a 100 év fájdalmán. Tehát valahogy egy kicsit meg kell emelkedni, de most nem keveredek bele ebbe a témába, hanem maradok a jogánál. Mit szeretnék mondani? A kelet, ha megfigyeled, az az abszolút befelé fordulás. Hogyha egy kicsit is belenézett valaki a jóga lényegébe, akkor azt látja, hogy haladás folyamatosan befelé. Tulajdonképpen éppen, hogy zsugorodik az ego, nem? És valami egészen más dimenzió felé haladunk, voltak éppen egy olyan óriási tömegű, de mégis térben és időben piciny maggá zsugorodunk össze, amit úgy hívunk, hogy átman vagy önvaló. És amikor az evilági személyiség ebbe belelép, az extázis robbanásában nyílik ki előttünk a valóság, és leplezi le, hogy ez mind illúzió. Ugye a nyugati ember tökéletesen félreértve önmagát, annyira, hogy már nem is kíváncsi rá, olyan ütemben fordul kifelé, és csak a saját egójának a vágyait és törekvéseit tartja fontosnak, hogy voltak éppen az a tragédiája, hogy percről percre távolodik az igazi üzenettől, hogy ki is az ember valójában. És mégis meg kell védeni a nyugatot is bizonyos szempontból, hiszen ha most lehúnynánk a szemünket és visszaléphetnénk előző életeinkbe, akkor azt látnánk, hogy rengeteg introvertált születésünk volt, ahol az életünk egyetlen alternatívája a vallás volt, vagy a befelé fordulás, kolostori életek. Ezt most így furcsa elképzelni, ahhoz el kell fogadni, hogy az ember egy születés alatt nem tud mindent elérni. Tehát rengeteg olyan típusú életünk volt, ahol nem is választhattunk más. Például amikor a Judittal harmónium után kutattunk Kalkuttában, és beszélgettünk, ráadásul brahmanák voltak, képzett hangszerkészítő mesterekkel, az egyik egyszer csak azt mondta, uram, mi tudjuk, hogy India az egy karma letöltő hely. Tehát egyáltalán nem azt gondolta magáról, hogy hű, de jó, hogy ide születtem, hogy 50 rúpia jut egy hétre a családra, hanem pontosan tisztában volt vele. És ahogy beszélgettem vele, kifejtette, hogy aki ide születik, az, ha nem akar megőrülni, egyetlen dolgot tehet. Kérdeztem, hogy mi az, nem mintha nem talán vallásos lesz. Érthető? Megőrül nélküle, mert nincs anyagi alternatíva. De persze mondtam, hogy szélsőségesen fogok beszélni, hogy jól tudjam árnyalni. Ennyire nem így van, de hogy most mégis. Mint ahogy nem mondhatjuk Amerikáról, hogy csak azért, mert nyugat minden. Szóval ez nem igaz így, mert ez gyerekes lenne. De direkt eltúlzom. Míg a másik oldalon, a nyugati oldalon a lelkek, ugye maga az emberiség először éli át, hogy nincs erőszakkal a vallásba folytva. Érthető a példa? Hogy például a nőkre, ha gondolunk, hogy extrém évszázadokon vannak túl, és egy kicsit,
hogyha az atya helyébe képzeljük magunkat, amit ne tegyünk, mert az egónak egy csúcspontja lenne, de mondjuk, hogy mégis, akkor nem kell annyi toleranciával bírnunk, hogy ezeknek a lelkeknek szüksége van arra, hogy kibújjanak ezekből a nyáron kötelező nagykabátokból, levegőt vegyenek, és elmenjenek az egó szélső határáig. Mivel a tempó óriási, nekünk arra kell felkészülni, hogy igen gyorsan oda fognak érni, ami azt jelenti, hogy a vallásos ember is szomjazni fogja a valóságot, tehát India egyáltalán nem akar majd úgy élni, hogy most teszi, de úgysem, ahogy Amerika. Ez még várat magára. És a durván darwinista vagy érzékkielégítő nyugati ember is szomjazni fogja az igazságot. Ő azért nem kérdez rá, mert agnosztikus nevelést kap a Harvardon meg az összes többi egyetemen. Agnosztikus és darwinista. Tehát nagyon finoman arra képzik, hé, egyetemen vagyunk ráadásul. Tehát nagyon finoman arra képzik a jövő értelmiségét, hogy eleve vonja kétségbe, hogy abszolút tudás egyáltalán létezik. Nem hogy elérhető, hanem a gondolat felvetése is furcsa, mert azonnal visszautalnák a vallásba. Ki kell, hogy jelentsük, hogy relatív síkon el kell, hogy fogadjuk, hogy nagyon nagy merészség azt állítani, hogy létezik abszolút igazság. De egy más nézőpontból nem maradt volna fent a jóga, és most a legszebb értelemben mondom, ha nem lenne bennünk valaki, aki eleve abszolút. Nem tudom, hogy ez követhető volt-e idáig. Tehát nem azt állítja a jóga, hogy az anyagi világban van mindenki számára ugyanúgy érzékelhető abszolút igazság, hanem azt állítja, hogy te magad vagy a lényed, a lényeged legmélyén, amit ő elnevez átmannak, ugye csak baktai óta mondjuk, hogy önvalónak, mert egyébként ősvalónak is mondhatnánk. Szó szerint azt jelenti, hogy aki lélegzik, és ebből hallható a magyar nyelv zsenialitása, mert mi meg úgy hívjuk, hogy lélek. Tehát ténylegesen aki lélegzik, aki az élettüneteket legmélyebbről produkálja. És tisztázzuk, ez nem az agy. És még csak nem is a fizikai szív. Tehát igazából, amiről mi beszélünk, és amire ma időnk lesz ezen a rövid estén, hogy igenis van egy befelé ható folyamat, ami sorban leplezi le az illúziókat, tulajdonképpen ezeket a banthákat, vagy gúzsba kötöttségeket, és minél többet oldunk fel az életünkben, annál döbbenetesebb belső távlatok nyílnak ki előttünk, aminek az lesz a végeredménye, hogy a külső és a belső világ közötti látszólagos különbség, ami maga az illúzió, az megszűnik, és az ember nem úgy tapasztalja az abszolút igazságot, mint hogy egy filozófus keresi, hogy majd rábukkan, hanem átérés szintjén tapasztalja, ami azt jelenti, hogy aki benne van, az az abszolút igazság. Mivel ide nem jut el mindenki, egyik probléma. A másik, hogy elismerjük és tudjuk, hogy el lehetne jutni, de nem tudjuk, nem adjuk meg az árát, tehát nem érünk el oda. A harmadik, meg azt mondja, mese az egész, ez egy komolytalan folyamat. Tehát lényeg az, hogy nagyon sok ok van arra, hogy agnosztikusok legyünk, és azt mondjuk lehetetlen az abszolút igazságot elérni vagy megvalósítani. Ennyiből azt kell, hogy mondjuk, hogy hit nélkül tényleg nem megy semmi. Ugye most az adventi időszakban vagyunk, ami egy csendes, hitbéli, reményteli, vágyakozó várakozás. És akiben ez nincs meg, abban alázat sincs. Így aztán nem fogja tudni elérni az abszolút igazságot. De még egyszer mondjuk ki, mindenki maga az abszolút, és az nem rajta kívül áll. Ha szanszkrit szavakkal szeretnénk erről beszélni, tegyük fel, hogy olvastuk a Bhagavad Gita-t, Vedantát, vagy bármit, akkor minden ősi könyvben azt találjuk, hogy igenis le tudják írni az abszolút igazságot három egybeolvadó szóval, és ezt úgy hívják, hogy Szacsit Ánanda. Ugye, ha egy kicsi vallásosság is van a dologban, akkor kötőjellel vagy három szóban írják. Ha tiszta jóga van a dolog mögött, akkor egybeírják, hogy Szacsit Ánanda. Én most ezt fogadnám el. Tudnék, nem lehet külön szedni őket. Ugye Szacsit Ánanda azt jelenti, hogy az a lény, aki te vagy, az valójában örökkévaló. Nem tudatos, hanem maga a tudatosság, ezért mondjuk, hogy létezik az abszolút. Tehát óriási különbség, hogy valaki tudatos valamiről, mondjuk egy nagy tudós, vagy ő maga a tudat. Az nagyon nagy különbség. És ugye Ánanda, vagyis üdvösség, vagy boldogság. Tehát sorba rakva, ugye az azt jelenti, hogy az örökkévaló, vagy a legtisztább tudat boldogsága. Ha lefordítjuk a három szót egyben. Tehát az örökkévaló tudat boldogsága. Nagyon hasonlít a vallás fogalmához, ha azt mondjuk régi keresztény szavainkkal, hogy üdvösség. Nem is akarjuk, hogy ne hasonlítson, mert fordítható boldogságnak vagy üdvösségnek, de tény, hogy csak az érti meg és találja meg az abszolútat, aki felfogja, hogy egyetlen esély van erre
a vele való találkozás tekintetében, hogy a saját magát tekinti a kutatás tárgyának és alanyának, ami egy borzasztó izgalmas dolog. Tehát, hogy mind a kettő te vagy. A kísérletező is, és akin kísérleteznek. Ettől viszont nagyon élvezetes, egy kicsit még egoista is, hiszen mi is magunkkal foglalkozunk ugyanúgy, mint akik a Facebookon szelfiznek a nem tudom milyen toronyház tetején, most egy nagyon ártatlan dolgot, ahogy éppen az almába harap. Tehát mindenki, de a jóga azt mondja, hogy ebből nem lesz baj. Tehát nem mutogatjuk magunkat, hanem keressük magunkat. Óriási a különbség a kettő között. Jó? Nos, mit értünk az alatt, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre kell hatolni? Ezzel fogunk foglalkozni ma. Tehát egészen a felszíni híg nagyon e világhoz kötött tudatosságtól indulva a legmélyebb tudattalanig tart ez az út. És ez van 7 szakaszra osztva, ezért van klasszikusan 7 csakra. Belezavarodhatunk, hogy van több csakra, de most a 7 legfontosabbal foglalkozunk, mert valójában minden pólusunk egy csakra, hogyha kinyílt a harmadik szemünk. De hogyha ennyire elkezdjük részletezni, akkor senki nem tud alapvető, hasznosítható információkkal előre haladni. Tehát amiben a tudati tanulnivalók kódolva vannak, az 7 alapvető fontosságú csakra bennünk. Egyébként ilyen értelemben fizikai testünk nincs is, ahogy most felfogjuk magunkat. Ez az anyagi világhoz kötött elmének a tragikus tévedése. De abban a pillanatban, ahogy az ember változik és dimenziót vált, azt látja, hogy mindenki sugárzó, gyönyörű fények milliárdjaiból áll. Egy egészen más természetű lény, hiszen a igazi testünket csak beburkolja, mint hogyha az elefánt kijönne a tóból és fetrengene a sárba vagy a homokba, tehát magára burkol szó szerint egy olyan por vagy földből vett köpenyt, amire joggal mondja a Biblia, ugye emlékszünk, hogy van porból vagy és porrá leszel. De hát a jóga azt mondja, hogy hát várd meg, míg megszárad, aztán kicsit, és akkor rá fogsz jönni valamire. Egy kicsit persze könnyed a hasonlat, de ez az igazság. Nos, akkor kezdjünk a szakmánkhoz. Azt fogjuk észrevenni, hogy több tudati struktúra csatlakozik 3 nagyon fontos tudati struktúrához, ezt könnyű észrevenni. Ugye felfogjuk, hogy van egy külvilághoz kötődő felszíni elménk, ugye ezt hívjuk manasznak, és az összes indogermán vagy indoiráni nyelven emiatt innen nevezték el az embert. Ugye manus, menner, men, kevesen tudják, hogy a szanszkritból jönnek az indogermán nyelvek. És egy lény, aki az elméjében, méghozzá a leggyengébb részében, majd mindjárt rámutatunk, ha odaérünk, hogy melyikben, aki nem tud kijönni az elméjéből. Tehát a manasz. Visszafelé, ha lépünk egy óriásit, akkor van egy ősképe az embernek, ezt az őstörténetben tárgyaltuk meg, mert a magyar kultúra tőle származik. Nyilván nem a Szent Istvántól mért, hanem a sokkal régebbi. Ez pedig a Manu vagy Nimrud nevű lény, aki viszont a manaszok fölött állt, ugye a feleségével, az ős mintája az emberi lénynek, akivel most nem foglalkozunk külön, de Indiában fennmaradt a tanítása, ez a Manava Dharma sásztra, ami szerint a jogik és az úri emberek élnek mind a mai napig. Tehát azok a legmagasabb rendű tanítások, ahogy a világi életet meg lehet élni, hogy mit jelent úri embernek lenni. Úgyhogy az is megérne egy sorozatot. Tehát a következő kategória, azt nézem, hogy közben jött a következő kép, igen. A következő kategória az ahamkára. Ezzel, mint a Facebook kapcsán mondtam, maga az ego, ugye szó szerint azt jelenti, hogy én képző. És a harmadik kategória pedig a buddhi, vagy a megkülönböztető értelem. Elmondjuk a saját szavainkkal, mert mindig félek Pécsen, hogy kifutunk az időből. Látjátok, hogy valójában 4 küllő van, de az, akit igazán keresünk, abban az a titokzatos, ott, ugye ott van középen a tengely, inkább elmondom, mert én nem látom innen, úgyhogy hátulról biztos, hogy reménytelen. Tehát úgy fogjuk föl, hogy mi egy központi, centrális létező vagyunk, az életünknek a tengelye, hogyha egy kocsikereket elképzelünk, egy klasszikus szekérkereket, aminek 4 küllője van, mi vagyunk az agy, egyébként szó szerint. És az animációban a lényeg, hogy sohasem mozdul, minden körülötte forog. Tehát ez egy centrális pont. Ezzel szemben viszont, akinek most hisszük magunkat, az a keréknek
Vagyis a fizikai testünk, az előbb mondtam, hogy az elefánt kijön a tóból és besározódik. Szó szerint ez az, ami folyamatosan besározódik és érintkezik az anyaggal, ugye a világ porával. De a nagy titok, amit egy vallás sosem fog megérteni, kivéve a misztikusokat, mint Avijai Teréz, vagy Assisi Szent Ferenc, Loyalai Szent Ignác, tehát sokan túlléptek ezen, ezt el kell ismerni, és nem is tudunk mindenkit felsorolni. De a felszíni morálteológiában nem értik meg, hogy a lélek és a test között kell, hogy legyen egy közvetítő, különben az egészet nem mozgatja senki, vagy semmi. És amikor a jóga elkezdi meghaladni a világi vagy vallásos síkot, akkor egy nagyon komoly és küzdelmes időszak indul meg az életünkben. Nevezetesen, most direkt mutatom így, alá tudunk-e szállni ebbe az elmébe? Hogy mondják, száll alá poklokra. Nincs mese. Aki ezt nem vállalja, az soha nem fogja megtudni, mi a csuda az, ami összeköt és egyben elválaszt önmagamtól. Ugye? Ez egy félelmetes nagy kihívás. De ez egy gyakorlati út, tehát a kérdésünk úgy hangzik, és amiért én nem maradtam a hagyományos európai vallás, vagy a katolikus családba születve, nekem mindig ez volt a problémám, hogy gyakorlati módon hogyan lehetséges tapasztalatokat szerezni ebben a dimenzióban. Hiszen egy ateista tudósnak óriási esélye van, hogy empirikusan nagyon komoly szintig tudja igazolni vagy bizonyítani a tételeit. És akkor jövünk mi a szép lelkünkkel, morálteológián, igaz, kisvilágunkkal, és amikor azt mondják, hogy rendben van, de ez a 21. század, és tegyél oda valami konkrétumot, akkor nem tudunk csak 10 parancsolatról beszélni, meg aparádokról, meg nem tudom, minden nyelven sorolhatunk ilyeneket, és közben hála Istennek nem így van, hanem lényegileg rá tudunk mutatni, hogy voltak éppen van egy gigantikus csatatér, sokkal kiterjedtebb, mint a fizikai vagy anyagi világ, ahol, ha már ilyen adventi hasonlatot akarunk segítségül hívni, valóban óriási küzdelem folyik a lelkekért, és ez az asztrálsík vagy az elmének a birodalma. Aki az elméket uralja, az uralja a világot. Egyébként meg lehet figyelni, hogy igazából a háborúk is ilyen langyosak lettek, mert az egész csata az átkerült arra a síkra, hogy hogyan lehet manipulálni emberek tömegeit. Ahogy felfedezték az elmét a nyugati pszichológiában, taktikát váltottak a virág urai, most mondjuk így, aminek a lényege, hogy nem is kell annyi fegyver meg rakéta az egészhez, mert itt van a tévé, rádió, internet, Facebook, stb., és simán elérik a céljaikat, hiszen először is csak ismerni kell, hogy az emberek tele vannak vágyakkal, a másik csak meg kell manipulálni kicsit. Legutóbb hallottam a híradóban, hogy 95%-os pontossággal megmondják arról az emberről, hogy egy hónap múlva hol lesz, aki egyszer is fölmegy a Google-ra. Tehát ez egészen félelmetes. A másik, amit tegnap olvastam, hogy hiába kapcsolod ki a Facebookot, innentől kezdve, ha egyszer is vagy egy lájkot, vagy bármit nyomtál, ő már örökké követ. És le is könyveli az adataidat. És ez még csak az eleje valaminek. Ennyit a demokráciáról. Mire felúcsúdnak a szabad nyugati emberek, egy olyan fogságban lesznek, amihez képest a stalinizmus az semmi nem volt. Mert legalább tudtuk, hogy ki az ellenfél. Már az én korosztály. Legalább azt tudtuk, hogy kit utálunk szívben, és hogy mi a problémánk vele, és nem akartunk olyan emberek lenni, és nem is voltunk olyan emberek. De itt óriási az álcázás, és ezért szeretném kiemelni a jógát a múltból, és idézni, hogy minden időben meg tud védeni a 21. század, és felnyitja a szemünket, ugye azt is jelenti, hogy vivéka, tehát megkülönböztető értelem, hogy rádöbbenni, hogy a csapdát igazából az elmének lehet állítani, a test már besétál. Ugye az már lefogja, a vágyakat, a gondolatokat le fogják követni az érzékek és a különböző testtagok. Az egy másodlagos hatalom. Tehát visszatérve a témánkhoz, ugye ez az összekötő rész, ez 4 küllőből áll. Az egyik ugye az evilági elménk, ez egy nagyon szerencsétlen teremtmény, és ezért sürgősen meg kell haladnunk. Honnan tudja valaki, hogy meghaladta? Az önfegyelem a bizonyítéka. Nézzétek meg, elnézést az állandó tegezésért, csak így sokkal könnyebben tudok haladni. Tehát érdemes megfigyelni, hogy még úgy is hívják a jelenlegi politikai berendezkedést, hogy liberalizmus, és nem moralizálni akarok, de szinte uszítja az új nemzedéket arra, hogy minden, ami rend, minden, ami fegyelem, minden, ami lemondás, esetleg egy kis vezeklés, az ciki. Ugye? Te fejezd ki magad, éld ki a vágyaidat. Tehát tombol az ego, és az eredmény, hogy egy ennyire laza elmének
Például megkérdeztem legutóbb, hogy mi az oka annak, hogy nem olvasnak a matematikus mérnököt én korosztályon belül, aki egyetemen tanít. Megkérdeztem, mi az oka annak, hogy a fiatalok gyűlölik a klasszikus írókat és szoronganak, ha adunk egy kötetet. Tehát az egészen új gimnazista nemzedék szívrohamot kap egy Jókaitól. Én meg nem értem, mert én 8 éves koromban kezdtem el Jókait olvasni, és a Szeretve mind a vérpadig, ami 3 kötet, azt 3-szor olvastam végig, egyszer eltörtem a lábam, 4-szer kiolvastam alatta a Gárdonyit, és a filmnél is sokkal jobban érdekelt, és nem voltam csoda gyerek, mert nagyon sokan megcsinálták a fiúk lányok között, és így bólogatunk mindenkinek ez az emléke, hogy láthatatlan ember, meg izé. Tehát, és kiderült, hogy olyan lett az elméjük, azt mondja ez a tudós, ilyen 50 fölötti tanárember, aki egy mérnök ember, hogy kereső szavakat keres. Úgy tud gondolkozni, tehát úgy tud gondolkozni, hogyha kap ilyen villanó, izgalmas vibrációkat, egy-egy fogalmat, azt megragadja, és akkor boldog, és abból valamit csinál. És minden olyantól, ami egy folyamatos áramlás. Nem akarok irodalom történeti órát tartani, de nem tudom, tudjátok, hogy 200 évvel ezelőtt miért olvastak könyvet az emberek. És képzeljétek el, hogy nem a sztori miatt, tudom, hogy sokan, akik szakmabeliek, azok tudják, nem a történet vagy az esemény miatt, hanem csak a leíró részeket nézték. Ezért nem értjük, hogy úgy hívta ugye Arany János szegény Kazincit, hogy Zafír Cenci, mert olyan leíró, mirtuszos, meg egyéb képeket írt a verseiben, hogy azt már még a mi generációnk sem értette, hogy mi ebbe a poén. De abban az időben erre vadásztak, ettől lelkesültek, hogy a romantikusok voltak az emberek. Hát röviden a mai fiatalok elméje tisztelt a kivételnek úgy jár, hogy ilyen kereső szavakat kutat. Például csinálsz egy új szájtot, mondjuk egy könyvkiadót, és akkor ugye be lehet tenni 100 fogalmat, amin a szerven rákeresnek, akkor te nyílasz meg, ezt mindenki tudja. Na de nekik ez egész elméjük egy életen át így működik. Magyarul azt tud hozzájuk szólni, aki ilyen rövid, nagyon hatásos epigramma is hosszú. Epigramma az 3-4 sor. Nem is, beírom egy 15 évesnek, hogy vidd hírül a spártaiaknak. Ez nem fog menni. A szonettet is felejtjük el. Tehát nagyon izgalmas, hogy jó, egy dolog, hogy azért csináljuk az egészet, mert magunkon akarunk segíteni. De tegyük fel, megpróbál segíteni, és nem kalkulálod be, hogy te nem a saját típusú elméddel állsz szemben. Ez már nem is úgy néz rád, egyáltalán nem azok a dolgok érdeklik, és még jól jársz, ha nem látsz bele az elméjébe, vagy mit gondol rólad. Én egyre többször látok bele az elméjükbe, és meg vagyok döbbenve, nem haragszanak, csak azt hiszik, hogy te nem élőlény, vagy egy nagy darab kő. Valami olyan korból, hogy úgy tisztelettel megkerülnek, de egyszerűen nem is tudják elképzelni, hogy benned van egy olyan mondat, amiért neki meg kell állnia, és rád kell figyelnie. Szóval azt is mondják a szociológusok, hogy az első olyan évszázadban élünk, ahol a fiatal generáció oktatja ki az öreget. És tényleg így van. Hát apukámnak már én mutattam a számítógépet, de ugye ma már úgy születnek a gyerekek, hogy a tenyerükön van az iPad. Tulajdonképpen azt mondják a tudósok, hogy nem tanulják, tudják. Egyáltalán nem tanulja. Nekünk még el kellett menni 2 hetes tanfolyamra. Hát emlékszem, hogy a könyvkiadót, kis pihenés, Erika írógép, emlékeztek? 4 indigó, és hozták be a szerzők a kéziratot, és hogy volt, azzal az izével javítottuk. Nem, emlékeztek egyáltalán erre, hogy festettük azt a fülig fehér voltál egy kijavított könyv után. Nem, és micsoda változás. Ők meg, persze most jól kirigykedjük magunkat, mert ez is lényeges, hogy hát nekem is van hamis egóm, de hát ismerjük be, hogy azért ennek óriási előnyei is vannak. De lényeges, hogyha nem szeretjük őket, vagyis nem tudjuk, hogy más rófra jár az elméjük, nem tudunk segíteni. Tehát itt mindig annak kell megértőnek lenni, aki közölni szeretne valamit, különben reménytelen nem megy át az információ. Úgyhogy szinte mantrákban kell elmondani a filozófiát, hogy megnyerd a figyelmét. Egyébként a másik dráma, és még mindig a Manaszról beszélünk, hogy ténylegesen nem tud folyamatosan figyelni. De tényleg, ki lehet próbálni. Nem azért, nagyon intelligens, sok dologban felülmúl bennünket, el kell ismerni, nagyon gyorsan ragadja meg a dolgokat és fogja fel, és egyszer csak, amikor valami folyamatosan áramlik, akkor szétesik. Márpedig ez a meditáció lényege. Tehát ezért beszélek erről ilyen sokat, hogy az új nemzedék elméje egy bizonyos átesés repülős nyelven átbukáson túl már nem lesz tanítható a spiritualitásra. Elméleti felfogása sem lesz képes vele kapcsolatban. Ez egy nagyon nagy dráma. Tehát kis idő, mondjuk ez a század így megy tovább, nem lehet, ha egy avatár jönne le, azt sem tudna szólni hozzájuk, mert nem volna mivel figyelni.
Tehát az elme nem olyan. Tehát ezt értjük az alatt, hogy valaki a felszíni vagy evilági elmében él. Ennek az elmének van egy bázisa, amiben mi élünk, különben nem lennénk itt csütörtök este, ez az igazság. Ezt hívják úgy, hogy buddhi, és ennek a lényege, hogy egyre műveltebb, egyre több tudáshoz jut, és ebből adódóan szelektál. Ez a vivéka jóga, az előbb mondtam is. Van egy nagyon nagy mester, innen kapta a nevét, hogy vivéka ánanda. Úgyhogy a megkülönböztetés gyönyörűsége vagy boldogsága. Tehát a vivéka jóga azt jelenti, hogy a Avijai Teréz mondta, hogy csak hadd zakatoljon az a malom, én azért megörlöm rajta a búzámat. Ugye állandóan zúg ez az előbb említett elme, ami ingerekre vadászik. Tehát egy fiatalt az jellemez, hogy ingerekre vadászik. Ha nincs inger, unja magát. És az elme mindig így viselkedik. De akinek fejlett a buddhéja, az nem foglalkozik azzal, hogy az elme mit akar, azt gyereknek fogja tekinteni. A felnőtt az értelem lesz. És mindig lesz ereje megmondani szegény elmének, hogy mivel foglalja el magát. És ezt hívják a jogában önfegyelemnek. Nem tudom, hogy érthető-e, mert nagyon gyorsan kell haladni ebben a témában. Tehát aki tanulja a filozófiát, megérti a benső útnak a lényegét, az egy olyan kegyelmi helyzetbe kerül, hogy az ő elméje is ki van téve a tévének, a modern világnak, stb. De van egy olyan benső ereje, hogy ő megmondja, hogy mi jöhet át, és mi maradhat kint. Tehát akaraterővel, elszántsággal, filozófiai nézőponttal, tudatossággal rendelkező ember. Ez a buddhi. Ugye a harmadik kategóriát csak nagyon gyorsan elmondjuk, mert a csakrákat enélkül nem lehet érteni. Csak arra tud odafigyelni egy világi ember, aminek egót öltése van. Ez borzasztóan fontos. Az ahamkár, vagy ego, ahogy nyugaton mondják, a lényege, hogy ő hozzá kötődik az élmény. Ha valami az énségemet, az egómat nem érinti, arra nem is tudok odafigyelni. Tehát ezért nem őrülünk meg, mert hogyha mindenkire egyformán figyelnénk, akkor egy budapesti zebrán való átkelésnél összezavarodnánk, hiszen több száz vagy több ezer ember is jöhet szembe egymással, és mindenkit ugyanolyan komolyan figyelnénk meg. De egyszer csak meglátjuk a legkedvesebb barátunkat középen, pedig emelkednek a fejek, elnézést az egyszerű példákért, de ez az ego, csak leírom, ez úgy működik, hogy hát az a Jóska, vagy az Ati. És akkor értitek, és abban a pillanatban fel sem tűnik, hogy az elme már döntött, és az összes többi rendszer működésbe rendül, készfogás, ölelkezés, beszélgetés, és közben mennek az idegenek. Na ez is megváltozik, ha a jógába lépünk, mert senki nem lesz idegen. Csak ott más teljesítményen működik az elme is. Még el fogunk jutni odáig. Tehát hihetetlen módon jelentenek egész mást az emberek, és ez a szelekció át fog alakulni, anélkül, hogy kifáradnánk. Egyébként így hoztak létre nagy lelkek közösségeket, meg nemzeteket. Hogy nem csak azt látták, aki jött a tömeg közepén, hanem eredendően látták, hogy kicsoda az ember. És így közösséget generáltak. Tehát ez mindannyiunknak egy várható jutalma egy komoly élet végén, hogy meg lesz ez a képességünk. Tehát háromról beszéltünk, de miért van négy? És itt tisztelegnünk kell Jung előtt, aki ezt felfedezte, hogy van egy manipuláló részünk, és amikor azt mondjuk, hogy szála alá poklokra, azt hiszem a Csóri Sándornak most jelent meg egy ilyen című könyve, vagy legalábbis mostanában a gyönyörű verseivel. De amikor azt mondjuk, hogy szála alá poklokra, ugye Krisztusra emlékezve, az ez. Ugyanis ez a tudattalan. Minden borzalomnak, vágynak és tragikusnak a gyűjtőhelye. Majd mindjárt elmondjuk, hogy az agy melyik része van kapcsolatban vele, ezt is egész jól feltárták. Tehát nem mondhatjuk minden nyugati dologra, hogy fúj, meg teljesen ostoba. Épp nagyon érdekes, hogy hasznos párhuzamokat mutat. Tehát döntően úgy hívják ezt, hogy csitta, vagy őselme, vagy mélyelme, ugye a tudattalan óriási tengere, vagy óceánja, amiben a szamszkárák vannak, olyan töredékek és sztereotípiák, amelyek fölfelé hatolnak az értelem és az elme meg az ego irányába, és ezek okozzák, hogy az emberek valahogy élnek. Ezzel le is írtam az illúziót. Illúzió azt jelenti, hogy tömegével jönnek a tudattalamból a felszín felé, és nem kezdem előről, hogy manasz, buddhi, ahamkár. Impulzusok, mi úgy hívjuk, hogy szamszkárák, tehát fájdalom vagy gyönyör minták. Minden ember azt hiszi, hogy szabadon dönt, és közben a hatalmas sebességgel érkező impulzusok okozzák, hogy kibe lesz szerelmes, milyen munkahelyet keres, milyen ízeket szeret. És az emberek többségében nagyon-nagyon minimális eredetiség van. És ezért nagyon nagy csalás a nyugati társadalom, ahol azt mondja, hogy te most eredeti vagy. Nem? A kedvenc példám, tudom, hogy itt is elmondtam, mert ki nem hagynám, de mikor végre visszaadták az útlevelemet, ugye, mert sokáig élveztük ezt a kegyet, hogy nem lehetett semmi, még kis határát lépöm se.
és aztán 94-ben voltam először Amerikában, és az egész megdöbbentett, de főleg, hogy jött velem szemben New York, Broadway-n laktunk, és egy kékhajú lány, nem gyöngyhajú, mint az Omega éneklő, kékhajú, de konkrétan, senkit meg nem bántva, akkor az nagyon nagy szám volt szerintem még ott is, és annyira megdöbbentem, hogy ilyen van, hogy ilyen kis hülyeként megfeledkeztem magam, és így néztem, hogy na hát, kékhajú a néni, tehát teljesen. És akkor odaállt elém, és akkor láttam, hogy tele van az orra, a füle, minden. Ez ma már természetes, de egyszer csak rám nyújtotta a nyelvét, mert hogy bámultam, és volt még három ilyen izé a nyelvében is. Attól annyira megijedtem, csak ilyen ne legyen Magyarországon soha. És hát eltelt x év, és teljesen természetes. Tehát miért? Mert modern, szabad emberek vagyunk, és ugye mindenki különbözik a másiktól, és már a nyelvünk is egyforma meg. Szóval egészen durva, hogy a test szintjén ez az ego, akarunk örült módon különbözni, és befelé el sem tudjuk képzelni, hogy igazából hát ott lenne valamit keresni, vagy találni valónk. Tehát összefoglalva van egy durvább önvalónk, tehát szakszerűen, amiben most élünk, az a durva ego, tényleg durva egyébként az önzéseit, a céljait, a vágyait, amit a Darwin felfedezett, az a túlélő, az a brutális, tehát egészen a politikus egónk. Ez az ahamkár. Ugye? Van egy finomabb önvalónk vagy személyiségünk, ugye ez a manasz, buddhé és csitta, és van egy legmagasabb szintű önvalónk, akiről nyugodtan mondhatjuk, hogy ő az abszolút igazság, vagyis az átman, ami nem mozdul. Hát ezt most csak vázlatosan mondtuk el, és az egész rendszer elhelyezkedik, jöhet a következő kép, egy további tudnivalóban. Még ilyen családnév is van, mert az a fideszes politikus, ha más nem, a Kósa Lajost mindenki hallotta már szerintem, ha akarta, ha nem. De Kósa azt jelenti, hogy burok öltözet, valami, ami befed, valami, amit rádadtak. Az nagyon érdekes. És e körül a lélek körül nem csak az elme osztható vagy tapasztalható fel, hanem ezek a különböző burkolatok is. Ugye, és a legalapvetőbb az Anna Maja Kósa, benne van az édesanyánkra utaló szó, ugye anya, Anna ugyanazt jelenti. Amikor azt tudjuk az életről, hogy az élet ennivaló. Ugye az anya is úgy érzi, hogy ennivaló a bébi, meg a bébi még konkrétabban úgy érzi, hogy ennivaló a mama, tehát ezt senki nem tudja vitatni. Tehát valaki valaha látott ilyet, vagy átélt, az ténylegesen látja, hogy így van. Aztán haladunk a kamaszkor felé, és megjelenik az életerő, az akarat, az energia, ez a pránamaja kósa. Amikor aztán kibontakozik a személyiség, vagyis az őrült korszak jön, amitől minden szülő és pedagógus retteg, ugye, amikor az elmébe érkezik a fejlődést, az úgy, hogy manómaja kósa, vagyis az élőlény belenőtt az elmébe, tehát már egy gondolkodó, érző, vágyakozó, tevékeny emberi lény. És hát e fölött még vannak fokozatok, de úgy mondják, hogy ebben nagyon kevesen nőnek bele. És ezt kutatja a jóga. Tehát a következő a vigyána maja kósa. Azt jelenti, hogy megvalósított tudás vagy bölcsesség burok. Tehát az ösztönei fölé emelkedett ember. És az utolsó még mindig illúzió, de csodálatos, ez pedig az ánanda maja kósa, ami azt jelenti, hogy még élünk, benne vagyunk a fizikai testünkben, de az evilági egónk, az evilági értelmünk, elménk és a többi már belemerül a lélek vagy az Isten szemlélésébe. Ettől olyan extázis vagy harmónia tölti el, hogy emiatt nevezték el, hogy ánandamaja, tehát egy folyamatos, harmonikus gyönyör vagy beteljesült boldogság állapotában él az ember utolsó születése megvilágosodott szakaszában. Annyiban még mindig mája, hogy illúzió, hogy még, amíg a szíve egy utolsót nem dobban, maga a fizikai test létezése elválasztja az örökké valóságtól. Tudatilag nem, azzal már egyesült, de a fizikai teste az még ebben a világban tartja. Hívják néha Saktyavés avatárnak is őket, hogy a Isten meghatalmazott, megtanított, fölépített, felemelt híve vagy tanítványa, aki ugyan emberi testben van, de mivel látja az igazságot, hogy mondják ezt, maga is térképpé válik, utat tud mutatni. Jöjjön a következő kép. Ezt az egész rendszert belehelyezzük a mai napunk témájába. Ugyanis nagyon szép, hogy elmondtuk, hogy néz ki az elme, beszéltünk arról, hogy milyen kötöttségek vagy burkolatok vesznek körül bennünket. Most viszont, régen a magyarok ezt tudták, ma már egy olyan káromkodássá vált, amit az öregek is csak ritkán mondanak, mert én még hallottam gyerekkorom, hogy a hét szentségit.
De mivel Iránból, ugye Pártushomból jön a vallásunk egy része, akkoriban azt pontosan tudták, hogy a hét szentség hét lépcsőfokot vagy létrafokot jelent, és egy csomó ősi tudásunkból káromkodás lett az elnyomó katolikus befolyás alatt. Valójában tényleg hét szentségről van szó, vagy hét csakráról. Csakra ugyanazt jelenti, mint csokor, és mindig különböző számú lótuszvirág vagy szirmokkal is jelzik, tehát ez nem erőltetett hasonló. Ugye, és egy csokorban a forgás vagy a kerek forma is benne van. Tehát a hét csakra alulról kezdődően lesz a mi gyakorlati leckénk. Tehát amivel az életet, legalább egy életet el kell tölteni módszeresen, hogy az ember megállapítsa, melyik csakrában kínlódik, hol él, egyáltalán mit csinál most, mint tud változtatni, és ne haragudjatok, hogy kimondom, van itt, ismeritek azt a mondást a Bibliából, hogy kérjetek és adatik néktek. Óriási, ha valaki ezt érti, ezt a csakra rendszert, akkor pontosan tudja, hogy amit megold magában a csakrákban, az megváltozik a külső világban is. Aki nem tudja, az erőlködve akarja elérni az anyagi világban a céljait, anélkül, hogy felfogná, hogy nem érheti el, mert belül nem oldotta meg. Remélem, hogy érthetően mondom. Tehát a szó legnemesebb értelmében mágikus lények vagyunk. Először pszichológiailag kell megoldani a dolgot, és annak az eredménye, hogy az élet adni kezdi az esélyt. Tudnik, az anyag az vritti, ugye tükör, elme módosulat mindig azt mutatja, hogy milyen ember vagyok most. Ugye? Ha édesanyám szemébe nézek, a kedvesem szemébe nézek, a fiam szemébe, a barátaim, az ellenségeim, bárkinek a szemébe vagy nézek, az arcát látom, az bizonyos szinten tükröz engem. Úgy fog velem viselkedni, amilyen embernek tart. És nagyon izgalmas, hogy egyetemesen kezd másként viselkedni velünk a világ. Érthető ez? Hogyha legyőzünk magunkban feladatokat. Tehát egyszer megkérdezték tőlem Pesten, hogy jó, de gyorsan mondjak egy tünetet. És például azt mondhatjuk, hogy aki megtisztul bizonyos dimenzióban, van ideje mindenre. Ezt a hallgatóság kétharmada el se tudta képzelni. Mivel egyszerűen, hogyha ott megvan oldva az ember, akkor nem kell robotolnia, nincs értelme, és nem fog ínséget szenvedni. Tudnik, a szabadidő az a legnagyobb kegyelmek egyike, és igazából nem bízzák akárkire. Hiszen azzal lehet legjobban visszajönni. Hát egy nagyon-nagyon képzetlen, úgy értem, hogy a spiritualitással nem foglalkozó ember túl sok idő birtokába kerül, mit fog csinálni? Hát élvezi az érzékeit. Erre mondta Seneca, Nero szomorú sorsú nevelője, hogy az ember a 20-as éveiben annyi bűnt és hibát követel, hogy 100 születés kevés ahhoz, hogy levezekelje. Tehát igazi nagy időt, ráérő kényelmes életet, az nagyon nagy kihívás. Azt annak lehet odaadni, aki felkészült rá. Vagyis, hogy a spiritualitásra fogja használni. Jó? Akkor megkérem a Juditot, hogy közben készüljön elő. Én még addig folytatom egy pár mondattal. Tudnélik, arról van szó, hogy a régi keleti bölcsek ezt a belső tanulnivalót nem csak filozófiával vagy pszichológiával hozták kapcsolatba. Hát annyi időnk van ma este, hogy egy kis módszertani kis bemutatót tartsunk róla, hanem voltak éppen van pszichológiai, tehát filozófiai, pszichológiai, hallható és látható tanulnivaló a csakrák kapcsán. Igazából ez egy összetett jóga rendszer, amiről szoktam mondani ezt a hasonlatot, most is ezt teszem, hogy képzeljük el, hogy valamennyien festőművészek vagyunk, és ez az este bizony arra alkalmas, hogy beavatjuk a vásznat. Arra nem alkalmas, hogy minden részletét kirajzoljuk vagy kifessük, de egy nagyon korrekt bemutatást tudunk adni arról, és így építettük fel az estét, hogy mégis miről van itt szó. Tehát mielőtt tovább mennénk a lélektanával ennek a dolognak, el kell mondani, hogy van hangzástartalma, ami ugyanúgy tisztít, és van látványtartalma, hiszen ne felejtsük el, hogy az érzékek nem csak kifelé száguldanak az elméből, hanem befelé is lehet információt küldeni. Hogy mondja a magyar, hogy kutyaharapás szőrével. És akkor kérem Juditot, hogy jöjjön és mutassa be. Én csak annyit mondanék nektek, hogy amikor az első tanítómesterem beavatott, egy összegyűlt kis szetlit nyomott a markomba. Nagyon szerettük egymást, és azt mondta, hogy csak olvasd el, és az életre szóló üzeneted. És a következő volt benne a szöveg, hogy milyen érdekes, hogy azon ember esetében, aki megvilágosodott,
ugyanazok a tettek döntik ki a karmikus visszahatások fáját, melyek azelőtt gúzsba kötötték őt. Vagyis nem arról van szó, hogy az ember nem ember, nem ez változik meg, hanem hogy hogyan működteti az érzékeit, mire használja az elméjét. Tehát igazából ugyanazok a dolgok, amik életveszélyesek egy elhibázott hozzáállás miatt, az tökéletesen hasznos egy pozitív vagy szerencsés hozzáállás miatt. Akkor egy rövid csakra meditációval folytatjuk ezt a mai estét. A csakra színeket és a csakra hangokat fogjuk gyakorolni együtt. Kérlek, hogy helyezkedjél kényelmesen a székeden. A kezeid és a lábaid ne keresztezzék egymást. A gerinc aljától fokozatosan nyújtaszkodj meg felfelé, fejtetővel az ég felé. Csukd be a szemed és csukott szemmel benső tudatfókuszot helyezd a két szemöldök közti pontra, az ajnyál csakra területére. És irányítsd figyelmed a légzésedre. Finom, lágy, mély légzés hullám. Érzékeld, miként belégzéskor a mellkasod kiterjedt. Kilégzéskor összehúzódik. Érzékeld a finom, lágy mozgását, a köldök tájékodnak, miközben lélegzel. Kérlek, hogy mondd vissza tudatod, gondolataidat a külső megtapasztalásokból, a múlt emlékképeiből, érzéseiből. És vondd vissza tudatod a jövőre irányuló bármely vágyadból, terveidből, emócióidból. És érkezz meg a jelenbe. Érzékeld az egymást követő pillanatok áramlását, itt és most. És most kérlek, hogy benső tudatfókuszod, ismét rögzítsd a két szemöldök közti ponton az ajnyál csakra területén. És irányítsd figyelmed a homlokodra. Lazítsd a homlokod. Most irányítsd figyelmed a fejed középpontjában lévő bindupontra. És érzékeld, hogy a pontból kiindulva ellazol az egész arcod. Ellazolnak a szemhéjak, szemgolyók, az orcád, az ajkait és a nyelvet. Ellazul a teljes állkapocs. Az ellazulás mély hulláma ellazítja nyakadat. Lazítsd a nyakizmokat. És a torokcsakra területét a nyakad aljánál.
Az ellazolás mély hulláma átáramlik vállaidon és karjaidon. Lazítsd a vállüzületeket, mindkét felkarod, a könyöködet, alkarokat, csuklókat, kezeidet. Az ellazulás mély hulláma átáramlik törzseden. Lazítsd a mellkas tájékát, a szívközpont területét, a szedcsont mögött, a gerincoszlop mentén. Lazítsd a gyomor tájékát. Mély belégzés, és egy kilégzéssel engedj el minden esetleges feszültséget a gyomortájékáról. Lazítsd a hasant kívül és belül. Lazítsd a csípőizületet. Lazítsd a hátizmaidat és a gerinced melletti izmokat. Az ellazulás mély hulláma átáramlik lábaidon. Ellazulnak a combjaid. Térdek. A lábszár, a vádlizmai. Ellazulnak a bokáid, a lábfejek és a lábujjak. Mostára már az egész tested ellazultan pihen. Mint a teknős, mi behúzza lábait és fejét, húzod vissza te is a csendbe. És válj az egymást követő pillanatok megfigyelőjévé. És most irányítsd figyelmed ismét a légzésedre. Érzékeld légzésed érintését és áramlását. Észleld, hogy légzésed egyre lassúbb, mélyebb és sémebb. Engedd, hogy ezek a magukból következő változások tovább folytatódjanak. Érezd, mintha az egész tested lélegezne. A lábujjak hegyéig, a fejtetőig.
Vedd észre az ellazult test tudatosságának gyöngét hullámát. És most kérlek, hogy engedd tudatosságodat, hogy a gáti tájékra fókuszáljon. Tudatosíts testednek ezt a részét, a gyökércsakra területét, a mulathára csakra. Töltsd fel mentálisan a gát területét, élénk piros fényszínnel. Érzékeld, amint az életerő feltölti testedet. És most mentálisan kérlek, zengd velem a Lam mantrát, a gyökércsakra bídzsa mantráját. Bármely apró érzetet vegyél észre. Majd kérlek, hozd fel tudatosságod az alhas tájékára. A szvadisztána csakra, a szakrális csakra területére. Érzékelj testednek a részét. És kérlek, hogy mentálisan vonj be testednek a részét, a szakrális csakra területét. Csodálatos narancssárga fényszínnel. És most mentálisan velem együtt ismételd a Vam mantra. A szakrális csakra, a szvadisztána mantrája. Vam.
apró érzetet vegyél észre, és csak érzékelj és tudatosíts. Majd lépj egyet feljebb, kérlek. A köldök csakrára, a manipúra csakrára, ami a köldök felett pár centiméterrel helyezkedik el a gerincoszlop mentén. Érzékel testednek ezt a részét. És mondd be a manipúra csakra területi csodálatos sárga fényszínnel. És kérlek mentálisan, ismételd velem a Ram mantrát. Érzékelj és tudatosíts. Majd lépj egyet feljebb, és irányíts figyelmed a szívközpontra, az anahát csakrára. A szívközpont, az anahát csakra, a szecsont mögött helyezkedik el a gerincoszlop mentén. Kérlek, töltsd fel mentálisan szíved tájékát, mellkasod középpontját, csillogó, világos zöld fényszínnel. És ahogyan belélegzel a szívbarlang terének legmélyébe, mentálisan ismételd a Yam mantrát, a szívközpont bídzsa mantráját.
Csak érzékelj és tudatosíts. Most pedig engedd, hogy tudatosságot felfelé áramolva megérkezzen a Visuddhába, a torokcsakrába. Irányítsd figyelmed a torok területére. Kérlek, vizualizáld és érzékeld, hogy a torokcsakra területét csodálatos, világos kék fényszín járja át. Mentálisan kérlek, hogy zengd velem a HAM mantrát, a torokcsakra bídzsa mantráját. Bármely apró érzetet vegyél észre. Majd lépj egyet feljebb, a szemöldök központba, az ajna csakra területére. És érzékelj tested a részét. Burkold be a két szemöldök közötti rész csodálatos indigókék fényrezgéssel. És ahogyan érzékeled a tér mélységét, mentálisan ismételd az OM mantrát, az Ajna Chakra Bija mantráját.
Csak figyelj, érzékelj és tudatosíts. És most vezess tudatosságod a fejtetőre, a koronacsakra, a szahaszrára területére. És érzékeld, mint a fejtető tájéka gyönyörűséges ibolya fény, a koronacsakra fényszíne járja át. Érzékeld, nem fizikai eredetű érzetet itt a koronacsakra területén. Ahol minden rezgés hangként való megnyilvánulás csendként van jelen. Minden csakra a bídzsa mantrája beleoldódik és feloldódik a szahaszrára csakrában. És ez a csend, ez a mozdulatlanság kiterjed most dár akásaként, űrként. Nincs név, nincs forma, nincs szín. És ebben a sötétségben megjelenik egy gyertyaszerű láng. Vizualizáld, ahogy a gyertyalánggal szemben ülsz. És így rátalálsz önmagadban, szívbarlangodban. És kérlek most a mellkasod előtt tedd össze a két kezed. Picit hajtsd le az állat. És érzékeld, hogy mentálisan és fizikailag teljesen feltöltöttél. És nyisd ki a szemed. Folytatjuk az előadást. Jöjjön a következő kép. Tehát csak illusztrációképpen, hogy amit most megcsináltunk hangzással, annak megvan a képi világa is, ahol külön jelentősége van a színeknek, a szakrális geometriának, és így tovább, de ezeket most nem részletezzük tovább, mert elég sok tennivaló maradt előttünk. Jöjjön a következő kép. Amiről a maradék 30 percünkben beszélni tudunk, hogy a tanulnivalóinknak a lényege az gyakorlatilag a két agyféltekében és a gerincoszlop mentén oszlik el, de úgy építettem fel ezt a maradék időt, hogy amikor a csakrákat egyenként elkezdjük tárgyalni, akkor arra is rá tudunk mutatni, hogy ezek hol helyezkednek el magunkban. Egy Bhagavad Gita verssel fogjuk behangolni a témánkat. Azt mondja, hogy Ichhádvésa szukham dukham szangatas csétana driti étaksétram szamászéna szavikáramo dahritam, vagyis a vágy, a gyűlölet, a boldogság, a boldogtalanság, az agregátum, ugye az agregátum az agyvelőt jelenti a fizikai agyat a Bhagavad Gita szerint, a tudatosság és a meggyőződések, ezek röviden a tettek mezejének átalakulásai. Jöjjön a következő kép. És maga az emberi lény finomabban véve, ugye itt a belső finom fizikai szerkezetét látjuk, a tettek mezeje a fizikai formánk, amiben a vágyaink és a gondolataink megvalósulnak, és röviden előre nyomulva a témánkban van három különleges fontosságú idegvezetét, egyébként 72 ezer van, de ebből a három legfontosabb az, amit úgy hívjuk, hogy Sushumna, Ida és Pingala. Még annyit mondjunk el, hogy a
koponya hátsó része, itt a tarkó környékén lévő agyat hívjuk mechanikus, vagy hüllő, vagy kobraagynak, és úgy tartják, hogy ez van kapcsolatban a csittával, vagy a tudattalannal. Ez fejlődik ki legelőször, és ami fejleszthető bennünk, ami az evolúciónkat támogatja, az a két nagy agyfélteke, és ez finoman szólva is rugalmasabb és taníthatóbb, mint az a rendszer, ami ugye a legősibb dolgainkat tartalmazza. Jöjjön a következő kép. Nos, először, amikor nekilátunk a haladásnak, szándékosan vetítjük ezt az elme labirintusáról szóló képet, azt kell tudatosítanunk, hogy maga az elme az egy nagyon jól működő csapda, és az a különleges vonás, hogy összesen két dologra van felépítve, hogy jól zárjon. Úgy hívjuk, hogy káma és krotha, vagyis a vágy és a gyűlölet váltakozása okozza, hogy nem tudunk kitalálni ebből az elméből. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy egyik oldalról örökösen ennek a két kettőségnek a csapdájában élünk, másik oldalról pedig az elhúzódó konfliktusok miatt végül ezek a kettőségek vagy gondok komplexusokká érnek. És mivel tényleg nagyon kevés idő maradt, ez a komplexus azt jelenti, hogy megjelenik az alsó három csakrában, szó szerint megbetegít bennünket. De nem úgy fogunk hazamenni, hogy depressziósak leszünk, hanem vegyük előre a pozitívat, mert csak megjelenik a gondok, és akkor pont a lényeget nem tudom elmondani. Úgy képzeljük el, hogy az ember, most ez egy improvizált metafora lesz, mivel karácsony felé haladunk, az ember maga olyan, mint egy kereszt. A jóga elvén belül is, ugye itt van a lelkünk a középpontban. Most leszedjük róla az abroncsot, és a hasonlat úgy áll meg, hogy a megvilágosodás azt jelenti, hogy a baloldali és a jobboldali, a lenti és a fenti ebben a középpontban egyesül. Aki nem tudja visszavezetni pszichológiailag, tehát benső lelkigyakorlatos módon ezeket az egyébként, hogy azt jelenti a kettőség, hogy széttartó rendszereket egymástól folyamatosan csak távolodnak, az folyamatosan zavart, komplexust, boldogtalanságot, energiahiányt, majd mindjárt tárgyaljuk, hogy miket tapasztal meg. Nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy ha van kereszténység, akkor van köristenség is, hiszen a középpontban van a lélek, ugye van ez a kereszt, a fenti, a lenti, a férfi és a női, vagy jobb és bal, így is mondhatjuk, és az egészet összekötjük, akkor voltak éppen ez az ember életszentsége. Ez egy nagyon ősi védikus szimbólum, amit tartalmaznak a különböző mandalák. Tehát a kiegyensúlyozottság az akkor érhető el, ha folyamatosan munkálkodunk ezen a négy dolgon. Ezért kapta a jóga azt a nevet, hogy jóga, ugye a szanszkritul a yuj igetőből származik, ami azt jelenti, hogy összekapcsolódni, összeolvadni, valamivel azonossá válni, valamihez hozzáadni valamit, mert bevallottan ennek a pszichológikus rendszernek az a lényege, hogy egységbe hozza a különbözőséget. Tehát azt most már tárgyaltuk, hogy elme alatt valami egészen mást értünk, mint a nyugat, tehát nem csak a kognitív működéseket, vagy az elme működését értjük, hanem egy olyan rendszert, ami sokkal mélyebb információkat tartalmaz. Ne is húzzok az időt, jöjjön a következő nagy kép, ami elmondja ezeket. Nos, mivel hátul nem nagyon látszik, egy-egy tanulnivaló, vagy egy csakrának az üzenete, az 7 évig tart. Ebből tudják az indiaiak ősidők óta, hogy az ember élet hossza az 2x49 év. Az egyszerűség kedvéért mindig azt mondják, hogy 100 évet lehetne élni, de valójában az a lény, aki jól gazdálkodik az életével, az a 2x49 év alatt megvilágosodhat. Általában ennyi. Látható, hogy szépen nyúlik azért az ember élettartalma, ezért is nehéz azt mondani, hogy minden fúj, ami a 21. században van. Hiszen azért, ha esély lenne arra, hogy egészségben megélhetünk 100 évet, az azt jelenti, hogy esély arra is, hogy a legmagasabb szinten ki tudjuk dolgozni önmagunkat. Tehát az első 7 év az a gyökércsakrában fog eltelni. Ugye megvetjük a lábainkat az anyagi világban. A második 7 év az a szexuális vagy szakrális csakrában, a harmadik a napfonat csakrában, a negyedik 7 év a szívcsakrában, az ötödik ugye a torokcsakrában, a hatodik a harmadik szemcsakrában, és a hetedik a koronacsakrában. És annyi időnk van, jöhet a következő kép, hogy megtárgyaljuk, hogy mivel is küzdünk nyilván eltérő szinteken ezeknek a csakráknak az esetében. Ugorjunk még egyet, és belefogunk a gyökércsakrába. Mivel nagyon-nagyon tömören és nagy tempóban kell haladni,
Amit az ember legelveszettebb lelkiállapotaiban érez, az a gyökércsakra. Úgy is hívják a jógán belül is, de egyébként, ha van köztünk klinikai pszichológus, pszichiáter, ideggyógyász, az még ha nem is foglalkozik a csakrákkal, magát a fogalmat az klapásból ismeri. Ezt ugyanis úgy hívjuk, hogy ahol a félelem és a paranoia lakik. Tehát ez a gyökércsakra, bár maga ugye mulathára azt jelenti, hogy a gyökér helye, ahonnan támogatást kapunk. És az is igaz, hogy itt lakik 3,5-szer föltekeredve a kundalini sakti, az életerő energia, aminek el kéne indulnia felfelé. Rendkívüli jelentőségű csakra, ha ez az egy nincs legyőzve, az összes többi nem működik. Tehát döntően visszatérve a mi kommunikációs stílusunkra, ha én tönkre akarnék tenni egy embert vagy népet, akkor a két alsó csakrát használnám, a harmadikban én lennék. Mindjárt rámutatok, hogy hogyan. Mert a gyökércsakrához, ha valaki ért, itt keltünk óriási félelmet a másik emberbe. Például úgy, hogy a magyar népnek sosincs elég pénze. Hogy soha nincsen szabadsága. Tehát, hogyha meg akarjuk őríteni egy embercsoportot, vagy csak néhány embert, vagy egyébként egy nagyon rossz házasságban tönkre akarjuk tenni a másikat, akkor permanens szorongás alá kell helyezni őt, és ez őrülethez vezet. Tehát odáig, hogy egészen abszurd dolgok keletkeznek az ilyen dolgoknak kitett ember elméjében. Tehát ezért is mondhatjuk, hogy a gyökércsakra megértése létkérdés, mert ez felel az ember épp eszéért, szakszóval a pszichénk stabilitásáért. Tehát például egy vallásos hirtelen felindulásból mondhatja az ember, hogy neki nem fontosak az anyagi dolgok. Valójában ki fog derülni, hogy ez igaz-e. Mert ha a felszínen azt mondja, hogy nem fontos, mélyen pedig őrült módon szorong a dolgok hiányától, egy teljesen szó szerint tudathasadásos állapot alakul ki, hogy van egy morális ideám, valami hihetetlen paradicsomi idea vagy küldetéstudat, miközben a személyiségem legmélyén, amit nem világítottam át, értsük úgy, hogy nincs megváltva, ha már egy advent időszakban vagyunk, olyan erővel dolgozik a realitás, hogy az ilyen ember majszét szakad a kettő között, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a fizikai túléléssel kapcsolatos dolgok laknak itt, amit nem lehet csak így lesöpörni. Hát itt szokták mondani, hogy a gyökércsakrából nőnek ki a lábaink, szó szerint, és nem tudom, hogy is emlékeztek-e arra a mondásra, hogy a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Tehát, hogy mozdulni sem tud. Tényleg itt él a félelem, ezért mondjuk, hogy a paranoiának egyébként hadd mondjam el, hogy a saját képességeinkre vonatkozó hiedelmek is itt élnek. Tehát azt értem, hogyha valaki saját magát nem becsüli, vagy nem értékeli, az az ember is úgy járhat, hogy bár tele van jó képességekkel, nem éri el a céljait, mert mozdulni sem mer saját maga irányába. Tehát nagyon összetett, igazából ezért is mondtam ezt a vászon hasonlatot, hogy ténylegesen csak egy apró, egy kis ismertető jellegű dolgot tudunk erről mondani. Röviden a félelem és az önfenntartási ösztön a farkas törvény. Itt vagyunk a legridegebbek és legdurvábbak. Tehát az embertársainkon vagy a világban lehet látni, hogy ki hol tart a csakrákban, mert innen egy jógi azonnal tudja, hogy az illető hol akadt el. A trágárszavak, a gorombaság, a fizikai erőszak, egy csomó olyan dolog, ami ebből a csakrából jön, azt viszonylag könnyű észrevenni. Két primitív változata van annak a tünetnek, ha valaki a gyökércsakrán nem haladott túl. Az egyik, hogy ő maga bánt másokat. Most nem részletezzük, hogy hogyan, mert akkor tényleg kifutunk az időből, de ugyanolyan primitív válasz az is, és egyre több van ebből. Egy aranyos ideggyógyász barátnőnk mesélte, hogy tele a klinika, hogy direkt mondom így udvariasságban, hogy bennünk keletkeznek olyan óriási félelmek, amelyek már-már bénítóan hatnak. Nem egyszerű félelemről van szó, a teljes megsemmisüléstől való félelmet is átélheti valaki, akár egy pszichózisba kerülhet, hogyha a dolgok el vannak hanyagolva. Tehát a gyereknevelésben, az önmagunk nevelésében óriási jelentősége van annak, hogy valamilyen formában előre kapjunk és önbizalmunk legyen, mert ha az egész életet fenyegetésnek éri meg az ember, akkor nem tudja elérni a sikereit. Mi a problémája a jógának ez esetben a vallással? Hogy érdemes észrevenni filozófikusabb embereknek, hogy valóságos gyűjtőhelye az elesett vagy életképtelen embereknek.
Nagyon sokszor. Tehát voltak éppen azért mennek oda és szállnak be egy ilyen rendszerbe, mert hogyha ez a menedék nem volna, akkor kiderülne, hogy ő neki óriási gondot jelent megoldani ennek a csakrának a tartalmát. Érthető ez? Tehát, hogy kifejezze magát kreatív, karakteres teremterővel, hogy mondjuk bátor emberként. Felfogja, hogy veszteségek nélkül nem lehet megúszni a fizikai létezés, hiszen előbb-utóbb például azt, hogy meg fogunk halni fizikailag, erre garancia van. Tehát nagyon kevés olyan lényről tudósítanak az írások, meg az emberiség ős emlékezete. Tehát, hogy a félelemmel előbb-utóbb szembe kell néznünk, az lényeges. Két nagyon fontos dologa, és aztán robogunk tovább, ami még a modern emberben tünet, annyira szorongó, hogy a viselkedésének, és ez viszont nem annyira a fiatalok jellemzője, mint az érett menedzser korú embereké, állandóan dolgozik. Tehát, hogyha valaki a gyökércsakrában el van akadva, hogy mondják, ezt munkamániássá válik, mert mihelyis nem dolgozik, olyan pangás és passzív üresség keletkezik benne, hogy szinte zsibbad a tudata. Nem tudom, hogy láthatok-e ilyet. Egyszerűen akkor is nyomja, húzza és csinálja, hogyha egyébként pihenhetne. Tehát nem, hogy meghittségre nem vágyik, de a szünetek is zavarják, mert egyetlen egy dolgot tud elviselni. Tehát adrenalin függő helyzetet képzeljünk el, ahol ő harcol, küzd, és akkor stimulálva van. Jöjjön a következő kép, hangsúlyozom, hogy csak fölvezetjük a témát. És ugye hát a második csakra az lényegileg az ember felől közelítve az érzékiség és a szexualitás. És mégis sokkal több ennél. Ugye Freudot ünnepelve azt mondtuk, hogy minél fiatalabb generáció jön, annál szabadabb ebben a kategóriában. De lényeg az, hogy a szexualitás mellett itt él az anyagi teremtő erő. Van egy fejlettebb vonása, mint az első csakrában. Először életünkben valaki fontosabb lesz, mint mi. Hát ez a jóga árnyalja, hogy miért tekinti mégis fejlődésnek a második csakrát. Hát két ok miatt. Az egyik, hogy itt esünk szerelembe, és legalábbis ameddig a szerelem tart, reméljük, hogy mindenkinek volt ilyen élménye, vagy még lesz, hogyha olyan korú vagy helyzetben van, de a szerelem, ha igaz, azt mondja a jóga, akkor addig, amíg ez a rajongás tart, végre egy embert fontosabbnak tartunk magunknál. Különben nem beszélhetünk szerelemről. Tehát végre túlnövünk saját magunkon, ez a brutális, egyébként úgy írják, hogy állatias önzés, ami a gyökér csakrában van, az elkezd emberivé válni. Ennek van egy nagy eposza, ami nem indiai, ez a Gilgames eposz. Nem tudom, hogy ki ismeri. Ugye Gilgames Enkidu, és akkor megjelenik az istennői szereplő, és azáltal, hogy megtanítja a szerelmet a férfiaknak, tulajdonképpen meg is szelídíti őket. Tehát óriási jelentősége van ennek a csakrának, és furcsa módon a tekintély, a pénz, és általában véve az önkifejezés is ezen a csakrán keresztül nyilvánul meg. Nagyon izgalmas, hogy igaz, hogy lesz még egy csakra a következő, amiben ez döntő szerephez jut, de a második csakrában van az irányítás elvesztésétől való félelem is, aminek a legfőbb jellemzője az a hihetetlen erejű féltékenység. Tehát a birtoklás vágy. Azért ez még borzasztóan közel van az első csakrához, bár szerelemnek meg hihetetlen rajongásnak fogja fel a férfi is, meg a nő is, különösen induló pillanatában ezt a dolgot, de még jól látható benne a masszív, testhez kötöttség, mert amikor az a kategória jönne, hogy kiderül, hogy a másik szabadulna, vagy már nem érzi magát olyan jól ebben a dologban, akkor a gyilkosságig elviheti, tudunk ilyen történeteket, vagy elég csak egy, van még kék fény, nem is tudom, de nem nézek ilyen műsorokat, de mindenki tudja, hogy tele vannak a híradók, újságok az ilyen kegyetlenkedésekkel, hogy valójában az illető nem bírja elviselni, hogy nem a tulajdona a másik. Tehát ez még egy nagyon durván birtokló dolog, de mégis sokkal több, mint a fizikai túléléssel való küszködés. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy túlmutat az egyszerű önvédelmen, tehát már kevésbé primitív, mint az első csakra. Ne felejtsük el, hogy úgy kezdtük az estét, hogy az anyagi embernek három célja van, ugye az artha, az anyagi függetlenség. Ismerjük be és adjuk is tovább, főleg a gyerekeinknek meg a fiataloknak, hogy az anyagi függetlenség önbizalmat hoz az első csakrában. Egy olyan világban élünk, ahol nem cserekereskedelem van, hanem minden a pénzen alapul.
Tehát, hogyha a vallási okok miatt félrevezetjük a gyerekeinket, vagy a fiatalokat, és azt mondjuk, hogy nem fontos, hogy tanuljon, hogy fenntartsa önmagát, akkor óriási lépést hátrányba hozzuk azáltal, hogy egyrészt egy hamis illúzióban él, másrészt pedig le fog maradni a kortársaihoz képest, látja, hogy mindenki elstartolt. Tehát egy olyan élet alakulhat ki benne, hogy mondjuk Indiáról papol, és azok a barátai, akiket egyáltalán nem érdekel a filozófia, már harmadszor voltak Indiában, neki pedig minden, értitek, nem is mondom tovább, neki pedig, akinek minden álma azért maradt ki, mert eszébe nem jutott, hogy meg kellett volna tanulni, hogy hogyan gondoskodjon magáról. Tehát ezek attól, hogy azt mondjuk, hogy a legegyszerűbb, legprimitívebb csakra azért mindennek az alapja, ugye? A gyökér. Tehát nincs mese. Ha még egyszer, ha valaki nem mond le totálisan szerzetesként erről a világról, nem lesz apáca, vagy szanyászi, vagy minden, sokféle neve van, annak tudnia kell, hogy önbizalom nélkül semmi nem megy. És ebben a világban az önbizalom az a sárga csekkek támadása, elhárítása, tehát ezeket érteni kell, ebben nem lehetünk naívak. Ugye? Tehát a kocsiba kell üzemanyag, a hűtőbe kell étel, és a gyerekre kell venni ruhát. Tehát ezt egy jógi sem felejtheti, ez a karma jóga egyébként. Hogy a tettekben eszünknél vagyunk. Ugyanígy, nem baj, ha kimondjuk nyíltan, van egy olyan, a jóga ezt még nem ismerte. Nem mondhatjuk, hogy ezzel tisztában volt. Ezt a modern tudomány tette hozzá. A jógik csak azon gondolkoztak, hogy az ösztöneinken túl nem tudták eldönteni, hogy honnan jön az a nyomás, ami például a második csakrában ugye az ember szexuális késztetésekre inspirálja. És ugye a modern orvostudomány vagy biológia hozta el azt, hogy minden csakra mögött van egy belső elválasztású mirigyrendszer, tehát akár férfi testben, akár női testben vagyunk, ez töltődik, ez bekerül a véráramba, és folyamatosan őríti az elmét. Tehát az igazi jógi az pontosan tudja, hogy én tudom, hogy nem a test az énem, így van, de a testem állandóan stimulálva van egy olyan hatalom által, amiben nem tudok morálisan, követhető ez, hogy morálisan beleszólni. Tehát én gondolhatom komolyan, hogy egy nagyon magas szintű lelki síkot szeretnék elérni, de a test nem gondolkodik, hanem végrehajtja a saját dolgát. Tehát ez egy hosszabb idő, míg az ember uralmat nyer az ösztönei felett, először el kéne ismernie, hogy vannak. Ugye tehát az indiai közmondás szerint csak arról mondhatunk le, ami valaha már a birtokunkban volt. Tehát senkit sem arra úszítunk, hogy azonnal egy szép eszmény nevében hagyjon fel az anyagi élettel, hanem hogy a középutat járja. És ebben sokat segít egy igaz szerelem, egy jól működő házasság, az összes problémájával többet ér. Hogy mondja az Avijai Terész, vagy a Szentpál mondta, hogy igen, talán Szentpál, hogy éljél és ne égjél. Nem tudom, hogy ki emlékszik erre a mondatra. Tehát óriási különbség van. Lehet, hogy az életed néhány százalékát kötik a testi dolgok, de egyébként az összes többi része teljesen szabad a magasabb megismerésre. Nem? Még lehet, hogy valaki a felszínen tökéletes lemondásban él, de teljes erejével búzsba köti az elméjét a küzdelem a saját vágyaival szemben, amiről a régi jóga nem is tudta, hogy egy hormonális nyomás is van alatta. És ugye minél fiatalabb valaki, az evolúciónk miatt, tehát hogy fennmaradjon a törzs a faj, annál hevesebb. És akkor elkezdünk moralizálni a gyerekekkel meg a fiatalokkal. Szóval ne tegyük, mert nehéz nekik. Tehát ugye már visszatekintve az ember már könnyen játssza a bátrat meg a rátermettet. Ez az a reménytelenné vált a magista. Harmadik csakra jön a következő kép. Ez pedig nem sorolom fel a betegségeket, és akkor pozitívan megyünk haza, mert az egy nagy téma lenne, hogy mik a fizikai tünetei, betegségei, hogyha rosszul csináljuk, de tényleg annyit vállaltunk, hogy egy kis ízaítőt adunk. Ugye a Manipura csakra, ugye mani azt jelenti, hogy drága kő, a pura pedig azt jelenti, hogy tökéletes vagy város. Tehát két jelentésű szó, mert régen a városokat tökéletes kör alakban építették. Tehát a tündöklő város vagy a gyémánt város nevet kapta ez a harmadik csakra, és itt él a harmadik dolog, amiért a világi ember létezik. Tehát az első két csakrában él az artha, ugye anyagi függetlenség, a pénz, második csakrában él a szexualitás, a szerelem, a családalapítás, és a harmadik csakrában él a pratista, amiről beszéltünk, a becsvágy, hogy valamilyen megbecsülést szerezzek az életben, és erre mondtuk az elején, hogy ezt kétféleképpen lehet elérni, de mindig csak a társadalmon keresztül. Anyagi értelemben a társadalom fölé kerekedek és uralkodom fölöttük, vagy kirabolom őket, kihasználom őket, sokféle módon lehet ezt csinálni. Lelki pratista is van. Mindenkinek van büszkesége és emberi tartása, sokáig bevallom, nem értettem. Például
A luteránusok nagy bajban vannak, mert Luther azt mondta, hogy az önszeretet az pestis. És nem tudom, szeretitek-e Erich Frommot, hogy a szeretet művészete nagyszer, és több könyve van. És ő felhívta a figyelmet, hogy itt van egy óriási csapda, mert ha viszont elismerjük az emberiség egyetemes szeretetét, abban mi is beletartozunk. Tehát ebből a nézőpontból ugyanaz a figyelem a saját életünkben magunknak is kijár, mint a másik embernek, se több, se kevesebb. Tehát megint nagyot lehet tévedni, hogy ilyen jóságos járomos leszek, hogy jó, én mindenkit szolgálok, meg szeretek, és hát természetesen magamat feláldozom. Egyébként a harmadik csakrában lehet úgy elbukni, hogy más érdemes nincs néha a vallásos embernek, mint hogy úgy gondolja, hogy meghozta a maga áldozatát. És akkor áldozat is marad, úgyhogy tudjátok, ha tovább visszük, hogy tartsd oda a másik orcát, a mai világ simán lekever még egyet. Hát ez olyan szinten nem szentimentális, tudnék, mivel senki sem vallásos, meg van róla győződve, hogy az a maradék evolúciós együgyűség hordaléka, hogy valaki így viselkedik. Tehát ebben teljesen más stílust kell megvalósítanunk, mint a 20. századig érvényes volt. Tehát sem egy jógi, sem egy lelki vezető a felszínen sem lehet naív. A felszínen sem. Tehát megoldott, kreatív ember, különben nem érti ezt a csakrát. Ugye? Remélem, hogy... Tehát ezzel a kenetteljes ilyen korabarok, akármilyen stílussal már nem lehet mit csinálni, mert az emberek nem ilyenek. Különben valami olyan dologban maradtunk, aminek nincs köze az életünkhöz. Úgy mondják, hogy kál a patradés, ahogy a jógát mindig az időhöz, a helyhez és a körülményhez kell igazítani minden században. Mert nem úgy élnek az emberek, mint előtte. Ugye, ha csak Marxra gondolunk, akkor megváltoznak a termelési viszonyok, amíg emlékeztek rá. Úgyhogy, tehát visszatérve a harmadik csakrához, hatalmasat fejlődünk, de még mindig a saját személyes erőnket akarjuk kivetíteni a világra. Tehát valamilyen fajta dominancia igényünk van, ezért kezdtem a Facebookkal, ami erre jó alkalom, hogy 1,5 milliárd ember percenként. Én nem hittem a szememnek. A minél fiatalabb valaki, annál inkább igaz rá, hogy le se jön róla. De még a 30-asokat is úgy látom, hogy ha éppen nem beszélgetnek egymással, és ugye a Steve Jobs kitalálta, hogy legyünk még nagyobb rabszolgák, akkor benyúl a táskájába, tudjátok, és itt van nálam is. Benyúl a táskájába, és a következő pillanatban csetelni kezd a Facebookon, már el sem tudja képzelni, hogy lenyugodjon, hogy magába mélyedjen, tehát egyszerűen ez valami félelmetes. Tehát mennek az utcán, Japánban és más helyeken a kerékpárúthoz hasonló felfestett sávok vannak, mert összeütköznek a fiatalok. Tehát egyszerűen csak ezt nézi, fülében az az izé, és minél fiatalabb, annál inkább. Tehát ez a harmadik csakra, hogy minden az egóért. Ugyanakkor nagyon-nagyon lényeges, hogy itt él benned a lázadó. Itt haladod meg a vallásokat, az, hogy mindig kioktassanak. Tehát ezt is el kell mondani őszintén. Itt van az a kurázsi, hogy az embernek igenis vannak eredeti gondolatai, és kedvenc példám rá Gandhitól van, emlékeztek, amikor az utolsó indiai alkirály kigúnyolja, hogy jó, Mr. Gandhi, minek önöknek a szabadság, hiszen úgyis csak ostobaságot fognak elkövetni. Legendás a válasza, Sir, mi szabadon szeretnénk ostobaságot elkövetni. Jogunk van tévedni, még elbukni is jogunk van. Semmi probléma, mondják, hogy a bukás a siker oszlopa. A gyerek is úgy tanul meg járni, hogy elesik, föl kell elesni. Igaz, hogy dédelgetjük, babusgatjuk, de mindenki tudja, hogyha örökké az ölünkbe hordanánk, nem, akkor az életben nem tanulna meg járni. Tehát igenis az embernek joga van kísérletezni, tévedni, még csalódni is. Egyhez nincs joga, és ez is a harmadik csakrából jön, hogy feladja.